Közben a délelőtt folyamán arról érkezett hír, hogy a járényei határátkelőt, amely a tegnapi gyújtogatás során szinte teljesen tönkrement, biztonsági okokra hivatkozva bezárták a KFOR egységei, illetve csak azokat engedik át, akik gépkocsijukon saját felelősségükre szánják rá magukat az adminisztratív határon való átlépésre. Hivatalosan ez idáig még nem állapították meg, hogy kik állnak a tegnapi vandál cselekedet mögött. Pristina Belgrádot vádolja az incidens megszervezéséért. Mint ismeretes, tegnap este 7 óra után egy állharcos csoport támadt az ellenőrzőpontra, és molotov koktélokkal felgyújtotta az ott emelt ideiglenes létesítményeket. Börnyaknál szintén a KFOR ellenőrzi a határátlépőt, és ezen a helyen az utasforgalom zökkenőmentesen zajlik.